Nem mindenki adná fel az általa biztonságosnak vélt alkalmazotti státuszt egy vállalkozóira, pedig a lehetőségek határait jóval nagyobb, mint azt sokan elsőre gondolnák. Erről is szó volt a Gyulai Gazdaságfejlesztő csoport által szervezett legutóbbi fórumon. Az előadó maga is rendszeresen látogatta ezeket a tanácsadó fórumokat, amikor is úgy gondolta, ő is szeretne hozzátenni valamit ezekhez a programokhoz, és saját tapasztalatát megosztva világított rá, miért is érdemes vállalkozónak lenni. Budai Béla 30 év alkalmazotti viszonyt követően döntött úgy, saját kezébe veszi sorsát. Az alkalmazotti lét régen biztonságot nyújtott. És pont erről lesz szó, hogy az ipari kor és az informatikai kor gondolkodásmódja közötti különbség. 89-ig beszélünk az ipari korról, a berlini fal leomlásával, illetve az internet megjelenésével az informatikai kor lépett be az életünkbe, és az informatikai kor egy teljesen új gondolkodásmódot igényel az emberektől. És ezt a mai világot egy gyors, rugalmas, távlatokba gondolkodó, gyorsan reagáló vállalkozói gondolkodásmóddal lehet túlélni. Ezért érdemes most vállalkozónak lenni. Vállalkozni amellett, hogy komoly kihívás, főleg az elején, számos buktatót is rejt. Az előadás ezek felismerésében is megpróbált segítséget nyújtani. És nagyon sok ember vállalkozik, próbál vállalkozást vinni, de nagyon sok olyan dolog van, amire igazából nem tanítanak meg minket, hanem magunktól kell rájönni, és ehhez próbálunk némi adalékot adni, hogy esetleg néhány gondolatébresztő dolgot tudjunk eljutatni a vendégeinkhez. Budai Béla egy ismerőse tanácsára fogott bele a vállalkozásba, amit ma már egyáltalán nem bán, de nem ajánlja mindenkinek, hogy megpróbálja, mert a statisztikák szerint csak kevesen tudnak sikeresek lenni ezen az úton. Az emberek 10%-a már egyáltalán vállalkozásba gondolkodni, és ebből akik egyáltalán próbálkoznak, azok közül is kb. 10% az, aki a siker útjára tud lépni. Tehát kb. 1% az emberek 1%-a. Nem én találtam ki ezt a statisztikát, az interneten lehet utána járni. Nagyon sok cég foglalkozik ezzel, hogy mi a siker útja, hogyan lehet sikeressé válni. Igényel ez egy metodikát, igényel egy gondolkodásmódot, és ami szomorú számomra, hogy igazából nem tanítják sehol a vállalkozói gondolkodásmódot, hogy hogyan lehet sikeressé válni. A fórum sorozat következő előadása a tervek szerint jövő hónap közepén lesz.